Elfogadhatatlan az új önkormányzati törvény tervezete az érdekszövetségek szerint. Az ugyanis a kormány centralizációs törekvéseit, illetve egy egypólusú közigazgatási rendszer kiépítését rejti magában. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint fontos a modernizáció, de a kétpólusú rendszert mindenképpen fent kellene tartani. Úgy tűnik, hogy ez a törvény egy más politikai gondolkodás és stratégia mentén inkább egy centralizációs irányt, egy egypólusú irányt kíván kiépíteni, ami ellentétes azokkal az európai folyamatokkal, amik ma működnek, akár a többszintű kormányzás, vagy multilevel governments, vagy akár a decentralizációs folyamatokat tekintjük. Nánási Éva szerint a járási hivatalok felállításával elkerülnek az eddig a jegyzők által gyakorolt állami feladatok az önkormányzatoktól. Ez pedig létszámleépítéssel járhat. Nagy valószínűséggel egy több ezres köztisztviselői létszámos mozgással kell számolni. Ezek egy jelentős része valószínűsíthetően kikerül a közigazgatás világából, hiszen a hivatali koncentrációk okán nem valószínű, hogy ez a teljes létszám meg tud maradni. Az önkormányzati szektor jövőre komoly kihívásokkal nézhet szembe a pénzhiány miatt is. A bankszektor nem kívánja és nem is tudja finanszírozni az önkormányzatoknak a különféle dolgait, addig, amíg nem látja, hogy pontosan hogyan fog ez a rendszer kinézni. Most ez azt fogja maga után vonni, hogy 2012-es esztendőben az első fél évben nagyon sok önkormányzaton segíteni kell hirtelen. Az érdekszövetségek hangsúlyozzák, nem sztrájkkal vagy tüntetéssel, hanem a tárgyalóasztal mellett akarják meggyőzni a kormányzatot a változtatás szükségességéről.